60 felett sem áll meg az élet, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a szépkorúak, akik részt vettek a nyugdíjas sportnapon fandon. A nyugdíjasaink aktivitását figyelembe véve, igénybe véve, rengeteg támogatást kapunk tőlük, de nem csak tőlük, hanem a Faddi Nagyközség önkormányzatától, aki ebben az évben kimagaslóan nagy támogatással segítette a rendezvény megszervezésében. A lélekben és testben is fiatal időseknek játékos feladatokat kellett megoldaniuk, a különböző településekről érkező csapatok így versenyeztek egymással. A településünk önkormányzata mindig igyekszik mindenféle civil szervezetet és civil egyesületet támogatni, így a sportolókat, tűzoltókat és természetesen a nyugdíjasokat. Nekem van egy hitvallásom, hogy a nyugdíjasoktól ők az, valamilyen szinten az elődeinknek mondhatók. Tehát ők leértéket teremtettek a településen, akár fizikálisan, akár szellemi értelemben, és nekünk ezeket az értékeket tovább kell vinni, és meg kell becsülni azt a munkát, amit a nyugdíjasok belefeszeltek az életük folyamán, a tevékenységben, a település életében. Úgyhogy mi kiemelt támogatást nyújtunk a nyugdíjasoknak is, hiszen ők már sok mindent letettek az asztalra. A feladatokat nagy lelkesedéssel hajtották végre a résztvevők. Szerintem ilyen 60 pluszos embereknek is szüksége van a mozgásra. Szerintem ez nem volt megterhelő, mindenki szépen tudta teljesíteni. Végeredmény, én úgy gondolom, hogy az is nagyon szép fog lenni.